a látássérültekre gondolunk, fontos például a játékok kontrasztos kialakítása. Itt például a sárga táblán különböző kétszínű elemek találhatók. Összesen 10 játékelemmel várja az ép és fogyatékossággal élő gyermekeket az új befogadó játszótér Szekszárdon. A Nemzeti Lottó Társaság a Játék Összeköt című programjának keretében megépült közösségi tér a vízi élővilágba kalauzolja el a látogatókat. Az Európai Unió területén 80 millió fogyatékossággal élő személy él, és a Nemzeti Lottó Társaságok vállalták, hogy fellépnek az ő beilleszkedésük érdekében. A régióban elsőként csatlakoztunk Magyarországon, és elsősorban fogyatékossággal élő gyermekeket helyeztük a középpontba a célkitűzéseinknek, hiszen minden 14. gyermek Magyarország a fogyatékosság valamely típusával él. A 2017-ben indított kezdeményezés élén jószolgálati nagykövet is áll. Drávuc Rita, világ és Európa bajnok olimpikon vízilabdázó, érintett szülőként segíti a fogyatékossággal élők szélesebb körű integrációját. Az olimpikon kislányánál 2 éves korban diagnosztizáltak egy ritka genetikai rendellenességet. Mindenki ott kezdi a csecsemő után, hogy első útjuk a játszótérre vezet babakocsival. És már akkor megtapasztaljuk azt, hogy nagyon sok helyen akadály van, kavics, homok és patkák vannak a játszóterek megközelítésekor, és játszótereken is bent nem mindig könnyű mozogni, önállóan mozogni. És kislányom ugye kerekesszékkel mozog, közlekedik, képes kilépni a kerekesszékből, képes önálló közlekedésre, úgyhogy számunkra különösen fontos az, hogy biztonságosan tudja ezeket a lépéseket megtenni. A Veselényi utca 9 előtt játszótér olyan akadálymentes elemekkel várja a gyerekeket, mint például a rámpával kialakított kombinált torony, vagy az emelt tálcával ellátott homokozó, ahol a kerekesszékes gyermekek is tudnak játszani. Többféle paraméternek kell megfelelni, például legyen a közelbe mozgássérült parkoló. Tehát itt van mozgássérült parkoló, legyen kerítés, kerítés itt van, sokan legyenek, itt sokan vannak, tehát itt azért itt vannak a lakótelep közepén vagyunk, és a hely egyébként nagyon jó hely, tehát fák vannak, árnyék van, alapból van árnyék, úgyhogy mindenképp azt hiszem, hogy egy nagyon jó helyszínt sikerült kiválasztani közösen. Gyurkovics János alpolgármester kiemelte, hogy a megyei jogúváros önkormányzatának egyik lényeges feladata, hogy valamennyi lehetőséget kihasználva megpróbáljanak egyenlőséget teremteni. Nagyon örülünk annak, hogy a mozgássérült és az egészséges gyerekek is együtt tudnak itt játszani, mert gyerekkorban még ez abszolút nem jelent semmiféle akadályt, és itt a felhőtlen szórakozás és a felhőtlen játszásé a szerep, és hát így gyakorlatilag nagyon-nagyon sok új dologgal tudnak itt közösen megismerkedni. Az 5 éve indított befogadó játszótér építési programban mára már 20 000 ép és fogyatékos gyermek számára nyújtanak lehetőséget a közös szórakozásra országszerte.